Say cheese! Oh, de nem már! Ne már! Mindegy. Mindegy. Szóval amúgy azért nem akarok teremmel vagyok. Ja, de beszakosodtam rendesen, szóval Cat vagyok. Hello, csak is. Jó, akkor szerintem újra. Nem, jó, az így. Pont az a lényeg, most így elhülyéskedjük. Olyan, mintha jelennék abban a... De hol vagyok most? Itt. Na mindegy, szóval amúgy azért nem akarok teremmel vagyok. Azt hittem az ott egy cica. Ott a túloldalt. De nem cica. Nem, az egy amúgy most itt vagyunk a szakadban. Szóval amúgy a hubicsám, itt van a hubicsám. Ja. Na mindegy. És én meg csak így annyit mondok, ja. Ja. Szóval azért nem akarok teremmel vagyok, mert most voltam lehozni, mert amúgy bejöttünk. Én görkorézni, meg majdnem biciklizni, de engedték a biciklivel. És hozott egy csomó LP-s, mert azt hiszem nem fogjuk tárolni, vagy mit mondtál? Igen. Igen? Mert ott biztonságosabb. Ezt csak nekem adta. Oké, tudom, hogy fék, de annyira cuki, és én mindig is akartam egy ülő cicát, vagy egy fekvő cicát, amúgy, ja. És hamarosan lesz megint LP-s új, de hamarosan lesznek majd megint új LP-sek, kb. Egy hónap múlva, de hamarosan lesz, nem mindegy. De fogalmam nincs, hogy milyenek, és nem ezen a csatornán fogom őket kicsomagolni, hanem az angolom. Mert ott még nem volt ilyen. Ja. És akkor most milyen videó? Ez egy fanmail videó! Atya úr! Fanmail! Igen, mert a hugicámnak a hugicája. Meg én is. Igen, meg ő is. Csinált nekem egy fanmailt. Fanmail. Amiben nincs fanmail. Fanmailt, amiben nincs fanmail. Amúgy Janka is ráírta, hogy valami szerelmes levél, de nálam nem szerelmes levél van, hanem mi az, úgy nem jut eszembe. Búcsú levél, igen. Búcsú levél. Ah, hol vagyok? Én nem vagyok a képben! De nem is szóltana a répicsó. Na, akkor bontsuk ki. Megpróbálom, hogy valamiért nem nagyon szétszedni ezt a cuccot, pedig ide rakulok. Csak nehogy a halba rakjam bele, mert itt van egy csomó hal pikkely. Mert ide itt lehet horgászni. Foglak. Ne engem fog, hanem a levelet. A levelet fogom. Júj, bontsuk ki először ezt. Azt hiszem, ez valami rajz. Ez nem rajz, mi? Nem rajz. Csak rajzban van csomagolva. Értem. Szóval nincsen rajz, vagy ilyesmi. Nincs, mert a Jászmin nem akart. Ja, mindegy. Várja, Jázitól ő küldi. Értem. Követ. Csak nem tudok picikkel írni. Hát ilyen félre nehéz is. Meg a Jázi se tud picikkel írni. Mert meg, volt én... Fog meg nekem. Ja, úgy fogjam. Igen. Hogy én ki tudom csomagolni. És akkor ezt meg visszarakjuk, hogy... Kedd boncol. Ne szemetelj. Igen, szeretek boncolni. Egy pillanat, mert én nem látom azért. Addig nézzétek ezt a fancy csomagolást. Jó, ez egy fejdísz, gondolom valami rózsa akart lenni, amúgy tök cukin néz ki. Úgyhogy... A Jázi még kicsi, nem tud olyan jól. Nem baj, amúgy tényleg tetszik. Csak ezt nem bírtam eldönteni, micsoda. Áááá, nem marad rajta. Bár gondolom, ez csak egy fülre való, de... Igen. Te karanyos, most nem van! Pont izé jó rá de van. Szerintem igen, de hol vagyok? Hova tűntem? Rám raktak a levelet. A kamera mögé tűntél. Mini LPS, imádom a mini LPS-eket. Atya úr! Akkor eltalálta a jeztet. Ja, aztán már mindenhol az menne a jeztet. Mert amúgy úgy hívatja magát a kis tesóm, hogy jeztest, és emiatt most is azt mondtam, hogy jeztest. Ez így elég hülye hangzik, mindegy. Imádom a mini LPS-eket. Szóval majd Noémivel is cserélni fogok egyet, és akkor lesz már két mini cicám. Mert ez a... Mert olyan mini cicát cserélsz vele, mint ami... Nem, az ilyen gyűrűs mini cica lesz. Az cugi. Gyűrűs mini cica. Hova raktam? És a Cat videójában csak én vagyok benne. Wow. Ide beleraktam, hogy ne sérüljön meg. Cigus. Tegaz. Ha tudná, hogy milyen körülmények között volt tartva. Nem, amúgy nem olyan durva. Hogy mutassam már, hogy mit csomagolok én itt. Közben itt... Erre megpróbálom. Arra az van írva, hogy mi van írva rá. Nem tudom, azért mi az. Ruha. Ugye? Vagy ruha. Jó, de így csak elszabni tudom. Sajnálom, Jázika. Nem baj. Jaj, a szívecske. Igen, itt egy szívecskét rajzol, de aztán ő vágta le a szívecskéből, hogy ebbe csomagolj.
Ezt én csináltam, a másik kettőt ő küldi. Ó, ez nagyon menő. Na, ez az a drótfonászós. Én mindig meg akartam tanulni így fonni, de sosem. Nekem sosem sikerült. Semmit össze. Tök jó néz ki. Ezt még valahol berakom egy gyerekszobába. Tök arany. Azt tudod mi? Tudom mi, de... Vagy hát... Vagy az ilyen... nem arra való. Tudom, de megpróbáltam, hát bele lehet rakni. Miért már? Mert amúgy így nem fog megállni. Szóval ez ilyen rendelős cucc, de amúgy gyerekszobában is ilyen táblának is takaranyos, szóval ja. És a másik... Várjál, csak most gyere rá, hogy... Mi ez? Ez egy pohár, nem? Ja, most mondtam. Nem. Akkor na, oda rakjuk, hogy azt még egyszer ne vegyük ki. Cisza! Nézzétek már, te cuki! Jui. Az a maci is. Nagyon aranyos. És akkor ja, most maciból fogsz kávézni. Azok... Várjál. Maciból fogok kávézni. Jó, ez már nagyon betegen hangzott. Jó. Ezt is a Jázika csinálta amúgy. Na, és akkor most nő. Kodosz! Kodosz! Olyan aranyos. Ez volt a túlelted a macska. Szóval itt egy mosni, amit akar aranyos. Bár mondjuk erre szerintem egy kicsit túl nagy lenne, de... Majd valamire rá. Találok valamit, amire rá tudom rakni. Megtennéd, hogy nem adtam magam könyökkel, szóra nagyon szól. De akkor hol könyököljek? Ez a labda tök szúr. Most jó, így maradhat. Ez gondolom valami fejdísz, vagy nyaklánc? Ez egy fejdísz, és a jásztestén állt. Már megint! Hát, de nyaklánc is lehet használni, szóval csak menő, nem mindegy. Bár zsiráfra mondjuk ott ül. Zsiráf. Csak aranyos. Itt van egy cukolj. Cukolyka. Amit amúgy egy hajgumiról rágott el, és de vágott le, és alig bírta kiboncolni belőle a hajgumit. A végén szét kellett pattintani a cukrot, hogy ki tudja szedni. Nem baj, tök aranyos. Egy ilyen cukrásztának tök jó lenne ilyen dísznek, vagy nem tudom. Az ott mi? Mi? Ott van egy rajz, és fogalmam sincs, hogy az ott mi akar lenni. Mi? Ez? Vagy ezt már ami tudom? Benne van. Amit a levél, a rajz. Az nem egy rajz. De igen. Azt valaki oda rajzolta. De azt a Patika rajzolta, csak mondta, hogy úgy csináljuk, hogy ezt ne lásd. Hát mégis csak megláttam, mert én ilyen szemfüles vagyok, annak ellenére, hogy a muszlimnek kéne. Csak nem adtak, mert a jobb szemem az annyira jó, hogy a bal... Hogy a bal kompenzálja, igen, tudom. Hát azt most visszajövett szétszednem. Még egy! Ajjajajajaj! Még egy fű... Nem, az nyaklánc. Nem baj. És azt én csináltam. Végre egy dolog, amit én csináltam. Azt viszont megint a Jázi csinálta. Nem baj, tök aranyos. Valamit viszont elsett. Elhagytam valamit, gyerekek! Mit hagyottál? Nem tudom, valami, nem tudom micsoda. Ó, akkor viszont tudom, mit hagytál. Hát, ide beesett. Jó. Igen, egy masni. Tök aranyos. És még gyurmaragasztót is tett rá. Mm. Kicsit túl vagy díszítve, nem gondolod? Ott még van valami kis izét. Picike. Azt szerintem már kicsomagoltam, csak összetettem a csomagolását. Mi? Nem. Vagy de? De. Nézd, nincsen benne semmi már. Akkor mindent kicsomagoltál. Matek van a lap? Igen, ez a tételes lapot hoztunk el. A tesómnak a tétele van ráírva. Semmi érdekes. Ott, Ben, van... A testvom el volt, szórakozásból rajzolt, és mondta, hogy ebbe a labba tegyük a cuccokat, viszont hát ez ott eléggé látszik. Az ja. Egy malac egyébként. Annak is néztem ám. Nagyon. Menőnek nézted. Nem tudom, valami kutyaféle mutáns hibrid cuccnak. Igen, az egy malac. Na én most olyan menő feldíszítem a macskámat, hogy ott még életetek van. Szenvedek, mert elveszett a karakterem. Ja, amúgy elvezett a cillámhoz, Dica. Pedig neki akartam adni. Amúgy lehet, hogy meg lesz, attól függ, mit küld a csaj a 10 LPS-be. Akkor majd engem adó. Közös lesz, mint az előző.
cuccot. Már mi? Hát mert ugye az összes HP-s közös, az én karakterem is a tényleg konkrétan minden közös. Ugye? Tényleg. Nem értem konkrétan, miért keltem el ezt a macskát, de mindegy. Ja, én sem tudom. Meg miért cserélgettünk? Ja, amúgy az úgy tök értelmes volt, hogy egy csomót cseréltünk, mikor amúgy ketten gyűjtjük az HP-st, úgyhogy PTF. És amúgy van egy nagyon szomorú sztorim. Elveszett az ándog. Nem csak az. De akkor is elveszett az ándog. Egy másik, amit meghozni akartam helyette, azt meg lefejezte a kis teszom, és utána megforgatta csillámba. Melyiket? Forgatott már meg megint csillámba, viszont az a labda tényleg szó. Majd elmondom utána. Van egy ilyen kihajtható labdánk, aminek van a belsej, meg a külsej, mi a felülmény. Miért akartam le a kamerát? Így. És ez marhára szúr, gyerekek. Ne üljetek rá, támaszkodjatok rá, és ne nyúljatok hozzá! De azért hozzá lehet nyúlni. Nem baj, mégsem. Olyan jó volt, hogy arccal láj voltál amúgy. Ah, köszönöm. Tite. De tényleg ez marha cica, és csak... feldobok egy katicát. Csak kicsit ott fura a nyaka, de se baj. A cica. Katica invázió. Várj. Átsít a fején a nap. Tudod, mit olvastam? Mit? Kinyitod, tavasszal kinyitod az ablakot egy 10 percre, hogy friss levegő jöjjön be. Bejön 10 katica, 25 poloska, 2 méh, 3 darázs, 15 kullancs, egy sárkány és 2 Jehova tanúja. Amúgy igen, mert ugye ezt gondolom arra akart célozni, hogy egy kicsit elrébb itt a kamera ezen az oldalon. Szóval gondolom arra akart célozni, hogy minden szar bejön. Ezt majd kisípolom. Szóval, hogy minden cusz bejön, mikor csak kinyitott pár percre azt a izé ablakot. Na jó. Na sziaszt... most... Akkor vége a videónak, mert már 12 perc. Sziasztok, sok is itt én Kett voltam, és nem állítjuk még le a videót, mert... Hát akartam a kamerát. Mert... ha még nem volt meg a napi tornád, amit kötve iszek, hiszen nyár van, akkor ott a feliratkozás és a like gomb, illetve ha nem vagy nagyon lusta, mint én, akkor ott a komment szekció. Kett, lelép!